Ön személyszorvos. Igen. És szem problémája volt. Igen. A legkézenfekvőbb az lett volna, hogyha a saját már jól bevált módszereivel kezeli magát. Valóban előtte én rövidlátó voltam, és nem is csak sima rövidlátó, hanem egy úgynevezett belső szemtengely feldülésem is volt, tehát ez egy kicsit bonyolultabb eset, és ez az egyetem alatt derült ki, azóta rendszeresen hordtam a szemüveget, illetve sportoláshoz, zömmel röplabdához kontaktlencsét kellett viselnem, mert csak így láttam élesen. Agykontroll után tanult programozási technikákkal sikerült megszüntetni ezt a rövidlátást, és egy jó fél éves programozással. Itt megvannak a technikák, például meg lehet tanulni úgynevezett laborunkban. Meg tudjuk gyógyítani saját magunkat is, és ezt a technikát alkalmazva, kiegészítve egy olyan mentális programozással, hogy ahányszor kinyitom a szememet, tehát minden pislogás után a szemem olyan jól fókuszál, mint egy fényképezőgép, beprogramoztam az agyamat, az elmét, azt az energiát, ami ezt működteti, és gyakorlatilag egy fél év után elkezdett csökkenni ez a dioptria, elkezdett csökkenni ez a szemtengelyfeldülés, a végén megszűnt. Köszönöm szépen! Doktor úr, az előbb is elhangzott, illetve a műsorban már többször a programozás, de én az előbb úgy hallottam, hogy mentális programozás. Talán jó lenne, hogyha ennek egy közérthető formáját elmondaná nekünk, hogy mit is értünk az alatt, hogy mentális programozás. Mentális programozás nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy feladatot adunk agyunknak, elménknek. Valami cél elérésére. Lehet ez a cél, amit Tóth főorvos úr elmondott, az, hogy a látásom javuljon. És akkor az az agy, amelyik ugye beidegzi a látó izmokat, az, hogyha a célt világosan megfogalmazunk szavakkal, vagy még inkább gondolati képekkel, ebben az ellazult, fogékony, befolyásolható állapotban, úgy fogja idővel beállítani a szemizmok tónusát, hogy valóban éles legyen a látásunk. De be lehet még meglepőbb dolgot is el lehet érni, még mást is be lehet programozni. Például meghívtam kedves agykontrollos ismerősömet, Brabocki Jánosné Zsuzsát, Székesfehérvárról, aki a szklerózis multiplex nevű betegségben szenvedett, ami, sokan tudják, egy nagyon-nagyon súlyos idegrendszeri betegség, ami az orvostudomány mai állása szerint gyógyíthatatlan betegség. Nekem van olyan ismerősöm, aki szintén agykontrollal, annak ellenére, hogy már évek óta tolókocsiban tolták, meggyógyította magát, annyira rendbe hozta magát, hogy ma már fönnjár a lábán. Zsuzsának 10 éve támadt ez a betegsége, nagyon komoly formában, ő is kitűnően karban tartja magát ezzel a módszerrel. Előbb jött a betegség, mint ahogy megismerkedett az agykontrollal, vagy pedig a betegség után esetleg a betegség hatására próbált keresni valami kiutat ebből? Éppen diagnosztizálták a szklerózis multiplexet réteges agytomográf vizsgálattal, egyértelműen kimutatta, hogy ez szklerózis. És pont ez időtájt jelent meg a könyv, abban a pillanatban kiszaladtam az első aluljáróba, megvettem a könyvet, elolvastam, és azt mondtam, hogy ez kell nekem. Elkezdtem alkalmazni a technikát, megjelent előttem egy törpik, amit én úgy elképzeltem magamnak, hogy nekem ez fog segíteni. Sokan azt mondják, nevetséges, hogy butaság, ilyen nincs a világon. És ez a törpe elkezdte nekem ezeket az úgynevezett mielin csomókat feloldani, átalakítani, mert nekem az az elvem, hogy amit az én szervezetem kialakít, azt én vissza is tudom alakítani. És az a törpike segített nekem, és meggyógyított, és eltűntek ezek a csomók. Volt egy 1,5 centis a többi 40 mellett még, amit egy 16 órás agyműtéttel ki akartak operálni, és amikor közölte velem az orvos, hogy ez a műtét olyan veszélyes, mert olyan helyen van a csomó, hogy a túlélési lehetőség 10-ből csak 2, akkor azt mondtam, köszönöm szépen. Én nem fekszem a műtőasztalra, inkább választom az agykontrollt. Hát ez azért egy elég komoly betegség ahhoz, hogy azt mondja az orvosnak, vagy azt mondta abban az esetben, hogy inkább nem fekszik a műtőasztalra. Ennyire hitt akkor már benne? Igen, én hittem és éreztem azt, hogy én nekem csak az agykontroll segíthet. Ha nincs az agykontroll, én most nem vagyok itt. És mit szóltak ez az orvosok? Hát azt mondták, hogy ilyen nincs a világon, hogy ebből a betegségből, nem azt mondom, hogy meggyógyulni, mert nem lehet meggyógyulni, hanem tünetmentessé válni. És én azt mondom, hogy mégis lehet. Vannak csodák a világon. Köszönöm szépen.
Hozzáteszem, Ádám, hogy ez a másfél centi átmérői csomó visszafejlődött. És nagyon sok olyan esetet mondhatnék el, napestig mesélhetném, például van olyan Budapesthez közel élő hölgy, aki másfél évi kitartó agykontrollozással 4 centiméterre növesztette meg a rövidebb lábát, és emiatt ma már nem biceg, nem kell ortopédcipőt hordania. Van olyan pesti fiú, Vas György Boldizsár, akinek 2 számmal kisebb volt az egyik lába, mint a másik, egyik lábán lötyögött a cipő. Ő is kitartó programozása hónapokba tele, de megnövesztette a rövidebb lábát, és még a kisebb lábát, és még hosszan-hosszan sorolhatnám ezeket a tényleg mai átlagembernek meglepő eredményeket. A vendégek közül most már hallottunk olyat, akinek igen komoly betegsége volt, hallottunk olyat, akinek mondjuk kevésbé komolyabb. Lehet-e használni ezt az egészet mondjuk nem a gyógyítás tekintetében, hanem mondjuk külalak tekintetében? Hogyne, átalakíthatjuk a külalakunkat meglepően nagy mértékben. Azért is hívtam meg Bojtos Csabáné Marikát, mert ő szintén nem akármilyen eredményt ért el agykontroll segítségével. Amikor elvégeztem a tanfolyamot, utána nem sokkal kezdtem azt érzékelni, hogy úgy hirtelen elkezdett itt sávokba őszülni a hajam, de most nem igazán akartam megőszülni, ki akar. És azt tudtam, hogy festeni nem lehet a hajam, mert ezeket a vegyszereket nem igazán, még a Daer vizet se igazán szereti a bőröm, és akkor úgy gondoltam, hogy hát miért ne veszíteni való, nincs, megpróbálom. És a laboratóriumomban nekem is vannak törpém, ugye, ahogy Zsuzsa elmondta, és a törpék elkezdték festeni az ősz hajszálakat, az egyik törpe fogta a hajszál végét, a másik kisecsette, festette a hajszálat, tehát végül is fantázia kérdése, és ezt elég gyakran csináltam, szóval azért ezekről a technikákról azt tudni kell, hogy kitartóan kell csinálni, tehát nem úgy, hogy egyszer elképzeltem, aztán majd történik valami. Na most, hogy mennyire lényeges, hogy pontosan programozzunk, én azt programoztam, hogy szép gesztenye barna hajam lett. Hát úgy elkezdtem vörösödni, hogy az öröm volt nézni. Akkor már a családom se hitt el, hogy ez nem valami bemosás, vagy valami festék. És hát aztán utána precizíroztuk a dolgot, és utána már csak azt mondtam, hogy barna, ez a vörös szín lenőtt, és tényleg úgy nézett ki, hogy visszabarnult a hajam. Igen, ám csak, hogy az ember valahol egy kicsit hitetlen, és bőrgyógyásznál jártunk másokból kifolyólag, és mondtam, hogy professzor asszony, hullik a hajam. Azt mondja, miért? Mi az, hogy hullik? 50-100 szálnál több napon, mondtam, Jézus Máriát, akkor már kopasz, dehogy, hát fiam, cserélődik a haja. Hoppá! Hát az ősznek ki kellett ahhoz hullani, hogy nekem barna hajam nőjön, hát hogy én mit gondoltam a törpékről, az egy dolog. Tehát gyakorlatilag akkor jött a bizonyosság, hogy végeredményben ez egy nagyon jó működő technika. És hát így tudtam elérni azt, hogy még most sincs, ez soha nem volt festve ez a haj, tehát ez az eredeti hajszín. Ez az egyik dolog, a másik dolog a ráncosodás. Hát az se igazán kedveli az embernek, hát ugye az nem egy öröm, hogyha valakinek ráncos az arca. A törpéim, vannak kozmetikus törpéim, azok masszírozzák az arcomat a laboratóriumon. Bár idejük van, megteszik, és ezt is nagyon sokszor csináltam, tehát, és ezt nap mint nap csinálom. Tehát nem azt mondom, hogy minden nap, de elég gyakran. Nagyon lényeges, és ezt nem lehet elég hangsúlyozni, és azt hiszem még nem hangzott el a kulcs szó, hogy az embernek hinnie kell abban, amit programoz, vágynia kell arra, amit el szeretne érni, és hogyha ez a két dolog megvan, és ezeket a dolgokat elvárja, és tényleg van kitartása, akkor tényleg a csillagosség a felső határ. Ezt nyugodtan mutatom. Köszönöm szépen. Kedves doktor, azt hiszem nem én vagyok egyedül ezzel a dologgal, de hát döbbenten hallgattam ezeket az eseteket. Egy kérdésem van csak, hogyan lehetséges ez? Először én is döbbenten hallottam és olvastam ilyen esetekről, aztán megértettem, hogy miért lehetséges. És ma már azt merem mondani, semmi misztikus nincs ebben. Meglepőek ezek az eredmények, de ha tudjuk a miértjét, akkor érthetőek. Arról van szó, hogy a testünk állandóan változik, állandóan átalakul. Én itt, ha itt most megcsípem a kezemen a bőrömet, és mondjuk egy hónap múlva összefutunk az utcán Ádámmal, és ugyanígy csinálok, már nem ugyanazt a bőrt fogom csípni, mint amit most. Ugye a bőr felső réteg állandóan lehámlik, lekopik, alulról újabb sejtek nőnek a helyükre. De nem csak a bőrünk, az összes szervünk változik. Aki ért a biológiához, tudja, hogy például a csontban csontépítő és csontbontó folyamatok zajlanak egymással karöltve. Tehát a csontazatunk is állandóan folyamatosan átépül. Minden szervünk állandóan változik. Ebbe a változásba tudunk belenyúlni képzelődéssel, egy ellazult állapotban, amikor sokkal erősebben tudunk szavakkal vagy gondolati képekkel hatni,